Nemzeti kisebbségek, hidak a közösségek között. Ezzel az elnevezéssel zajlik jelenleg is egy Európai Uniós program Magyarország és Horvátország között. Ennek keretében valósult meg az a rendezvény, amit legutóbb Pécsett a Horvát Klubban tartottak meg. Itt az együttműködő felek részvételével bonyolították le az eseményt, ahol Blazsetin István, a pécsi horvát önkormányzat elnöke tartott előadást. Partnereink a Zeszék-Baranya megyei turisztikai közösség Horvátországból, a horvátországi magyarok demokratikus közössége, Magyarországról pedig a Zsolnai Kulturális Negyed Nonprofit Kft., illetve a pécsi horvát önkormányzat. A projekt az most már másfél éve zajlik, és ennek keretében ma egy kerekasztal beszélgetésre kerül sor itt a klubban, amelynek témája a nemzetiségek, a kultúra és a turizmus. Megpróbáljuk megnézni, hogy a határ két oldalán élő nemzetiségek, tehát a magyarországi horvátok, illetve a horvátországi magyarok milyen módon tudnak bekapcsolódni a turisztikai programokba, hogyan lehet a már meglévő programokat kicsit jobban népszerűsíteni, és ezáltal elérhetővé tenni esetleg a horvátország, illetve magyarországi érdeklődők számára. Egy fontos kérdés, illetve probléma is felmerült a projekt során. Blazsetin István elmondta, hogy a kölcsönös tájékoztatás fontos lenne mindkét fél számára. Azt vettük észre, hogy egyik fontos kérdés vagy probléma a kommunikáció, tehát ugye egy átlag magyar állampolgár ezen az oldalon valószínűleg nem angol nyelven szeretné tudni a programokat Horvátországból, hanem anyanyelvén. Másik oldalon ugyanez a probléma, tehát ebben lehet talán a nemzetiségeknek szerepe, mivel kétnyelvű emberekről beszélünk, hogy a közvetítésben segítsenek, illetve a saját rendezvényeiket megpróbálják magasabb rangra emelni, és oda bevonni hát külföldről érkező érdeklődőket is. A pécsi horvát önkormányzat elnökét a közeljövőre tervezett eseményekről kérdeztük, hiszen hamarosan lezárul a projekt. A projekt június 30-án fejeződik be hivatalosan. A záró konferenciánk szintén Pécsett lesz június 14-én. Úgyhogy a legfontosabb események már lezajlottak. Ami a pécsi horvát önkormányzatot illeti, itt elsősorban két nagy eseményünk volt. Az egyik a Kodály központban megtartott horvát karácsonyi koncert, a másik pedig a tavaly ősszel szintén megtartott kolbászfesztivál. Tehát mi azokkal a rendezvényekkel próbáltunk részt venni, amiknek már hagyományai vannak, és elég sok embert vonzanak. A záró konferenciát a pécsi Horvát Színházban tartják meg. Az eseményről hamarosan hírt adunk egy következő műsorunkban.